Nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvéremet. Örülök, hogy ismét együtt lehetünk Isten igéje mellett. Az Úr áldása nyugodjon meg mindenkin, aki a napi munka után mégis ezt választotta, hogy együtt legyünk, imádkozzunk, olvassuk Isten igéjét. Kérjük az Urat, hogy jelentse ki azt a számunkra. Az igét, amit hoztunk, Lukács evangéliumban találhatjuk, a 10. rész 38. versétől a 42-ig. Keressük ki akkor a Bibliából ezt a részt. Lukács evangélium a 10. rész 38-tól a 42-ig. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házba fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal, ezért előállt Márta, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Ebben a néhány mondatban három nevet találunk: Márta, Mária és Jézus. Őróluk lesz szó. Meghívták Jézust az otthonukba, Mártának Mária testvére volt, és nagy szeretettel készültek erre az együttlétre, erre a találkozásra. És valóban, amikor Jézus belép az otthonunkba, hogy minden megváltozik. Amíg ő kívül marad, amíg nem lép át a küszöbön, amíg nem engedjük be a szívünkbe, az életünkbe, addig sokkal nehezebb és problémásabb lesz az életünk. Tehát erről a három testvérről fogunk beszélni. Nagyon szeretem ezt az igét, az igében ezt a részt, Márta és Mária történetét. Egyrészt Mária és Márta olyan zsidó otthonban éltek, ahol a Mózes törvénye szerint mindig befogadták az arra menő vándorokat, jövevényeket. A két nő testvér házába Jézus is betér, és nagyon nagy az ellentét, hiszen a Samaria falu lakóival éles ellentétben nagyon meleg fogadtatásban van része Jézusnak, és ebben részesíti a két nő testvér. Egyrészt a szeretet, a megbecsülés, a tisztelet, a zsidó otthonok vendégszeretete és vendéglátása, ahogyan az ige sok helyen hangsúlyozza, az Ószövetségben Mózes első könyve 18. részének az első versétől olvassuk, hogy Ábrahámhoz is ellátogatott három angyal, idegen, és hogy Ábrahám milyen eléjük szaladt, azt olvassuk. Nem csak eléjük szaladt, hanem azonnal szólt Sárának, hogy gyúrjál már finom lisztből lángosokat, aztán elszaladta, ahol a csorda volt, hogy kiválassza a legjobb borjút, ami alkalmas arra, hogy,
hogy finom eledel legyen belőle, megsütteti a szolgákkal, visz a lábuknak vizet mosni, és ha itt ezt a Mózes könyvéből, az első, egy Mózes 18-ból elolvassuk, megdöbbentő, hogy milyen gyorsasággal, és mindent megtett Ábrahám azért, hogy az angyalokat vendégül lássa, és hogy azt, aki Isten üzenetét közvetíti a számokra, hogy mindennel ellássa. És itt az ígében az első, a Lukács evangélium a 10. rész 38. versében ezt látjuk, és ugye a zsidókhoz írt levélben is erről olvasunk, hogy a vendég szeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtokon kívül angyalokat vendégelnek meg. Hát most itt nagyobb volt, mint egy angyal. Jézus ugye? Krisztus maga, uh-huh. És úgy gondolom, hogy itt a szolgáló testvérekre gondol az ige, hiszen rengetegen hirdették az evangéliumot Pál apostol idejében, hosszú útat jártak meg az atyafiak, széllyel jártak, hogy az evangéliumot hirdessék, és abban az időben, amikor leginkább gyalog vagy szamár háton, vagy netán teve háton érkeztek, bizony a nagy meleg, a hosszú út kifárasztotta őket, és a vendég szeretet az egy nagyon nagy jó téteménye volt a zsidó otthonoknak, és befogadták az embereket, és ez nagyon nagy dolog, hogy mi is nyitottak vagyunk-e arra, hogy másokat befogadjunk, de nyitottak vagyunk-e arra, hogy az Úr Jézus Krisztus befogadjuk, és behívjuk a házunkba. A két nőtestvér, Márta és Mária, alig várták, hogy Jézus a házukba lehessen, mind a ketten megtették azt, amit emberileg megtehettek. Ugye Mária azonnal leült a Jézus lábaihoz, és hallgatta az ő beszédét. Itt ugye, ha összehasonlítjuk a testvéreket, Márta és Mária között nagy különbség van. Az egyik a nyüzsgős testvér, a másik pedig a nem nyüzsgős testvér. Könnyű kitalálni, hogy melyik a nem nyüzsgős testvér. Mindjárt az elején itt ennek az ige szakasznak a Mária nevét említi, hogy ő a nem nyüzsgős testvér. Ő fontosnak tartotta mindenek előtt, a legfontosabbnak, hogy Jézus szavát hallja. Az Úr beszéde, az örökké való ige, amiről Ézsaiás is beszél, hogy a virág is elhervad, szirma, elhullanak, de hogy az Istenünk beszéde örökre megmarad. Erre még Mózes is nagyon vágyott, hogy hallja az Úr szavát, akár 40 nap éjjel és nappal, éhen és szomjan az Úr előtt volt, hogy hallja, hogy mit mond Isten. Ebbe az egyszerű nőben, Máriában is egy ilyen nagy éhség volt, hogy Uram, mindennél fontosabb az, hogy én most halljam a te szavad, mert tudom, hogy ezek a szavak nem fognak úgy elszállni, vagy a földre hullani, hanem azokat te most az én szívem hústáblájára beírod, és hogy beteljesül a Jeremiás proféciája is, hogy az Úr igéje feliratik a mi szívünk hústáblájára, és az ige uralma alatt fog állni a gondolkodásunk, az érzelmünk és az akarati életünk is. A két nagy különbség Márta és Mária között az volt, hogy Mária vágyott a Jézus beszéde iránt, tele volt a szíve az Isten igéjé utáni vágyjal. És Mária minden szavát megjegyezte Jézusnak, így szoktuk mondani, hogy leste a másik szavát,
azért, mert tele volt a szíve vágyakozással. És csak azok ülnek le Jézus lábaihoz ebben a rohanó világban, és akkor is azok ültek le, akik vágyták az Isten beszédét. Izraelben sokan vágyakoztak Isten országának az eljövetelére, sokan várták vágyakozva a megígért mesiást, amiről a próféták is írtak. És hogyha a mi szívünk nincs tele vágyakozással az Úr Jézus Krisztus megismerése iránt, akkor nem fogunk leülni, akár a Bibliát olvasni, akár az ige hirdetést hallgatni, akár közösen megbeszélni Isten igéjét, mert hogy ha nincs meg bennünk a vágy, akkor mit tehetünk? Hát fel kell gerjeszteni a vágyat. És ha az ember elkezdi olvasni az Isten igéjét, akkor az megszólítja, és az üzenet mélyre íródik a szívben. Mária szeretettel hallgatta Jézust, a Mestert, és a szívében ott volt az a belső bizonyosság, hogy akit hallgat, az a valaki, akiről a próféták megírták, hogy ő Izraelnek a mesiása. És tulajdonképpen azt kapta Mária, amire szüksége volt lélekben. És úgy gondolom, ha leülünk Jézus lábaihoz, ha leborulunk az Úr színe elé, ha meghalljuk az ő szavát, mert ugye az imádság során mi beszélünk Istenhez, az igeolvasás során pedig Isten szól hozzánk. Vannak emberek, akik mindig elmondják a kéréseiket Istennek, és mindent, ami szükséges, hogy adja meg az Úr a jó előmenetelt, adja meg az Úr, hogy olcsón tudjanak vásárolni, adja meg az Úr a mindennapi kenyeret, adjon az Úr egészséget, gyógyítsa meg a betegséget, és úgy elparancsolgatjuk mi az Úrnak imádságba, hogy mit tegyen. De itt nem kérni akart Mária, hanem vágyakozott a Krisztussal való közösségre, az Isten szavával való közösségre. És úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a szívünkben meglegyen a vágy az Isten igéjével és a Szentlélek Istennel való közösségre, hogy ha a Szentlélek Istennel való közösségben élünk, akkor kijelentetik az Isten igéje is, megértjük, és a feltámadott Jézussal is általa lehetünk közösségbe. Mária minden percért hálás volt, amit Jézussal tölthetett, el nem mulasztotta volna, és éppen ezért úgy érezte, hogy nem az a fontos, hogy a konyhában minden rendben legyen, nem az a fontos, hogy a legfinomabb ételek legyenek az asztalon, hanem a legfontosabb, hogy a Krisztussal való közösség meglegyen. Nagyon sokszor a külsőségek a fontosak, hogy rend legyen. Az a fontos, hogy minden patinás legyen, hogy milyen legyen a legjobb étel és a legszebb terítés, és amire már oda kerülünk, hogy közösségünk lehetne az Úrral, annyira fáradtak vagyunk, hogy inkább az zúgolódás lelkülete vesz rajtunk erőt. Tehát, ha arra gondolok, hogy mi jellemezte a viselkedését a két hölgynek, a Mártát a nyugtalanság, a feszültség jellemezte, Máriát, aki pedig az igét hallgatta, hogy egy teljes nyugalom töltötte be a szívét. Jézus azt mondta egyszer, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztok titeket. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és a nyugalmat találtok
a ti lelketeknek. Miközben Jézus beszélt, a közben Mária szíve teljes nyugalmat talált. Érdekes, hogy az aggodalom, a nyugtalanság akadályozta Mártát, aki szerette az Urat, hogy befogadja az Úrnak a konkrét üzenetét. Én itt azért a 40. versben egy kis szemtelenséget is érzek a Márta kérdésében. Uram, hát nincs arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott? Hát nem látod, hogy ő mit csinál? Hogy mondjad azért neki, hogy segítsen. Hát én teljesen megdöbbenek ezen a stíluson, bár nagyon sokszor én magam is átélem a kicsit szemtelen fiatal testvéreknek az ilyen jellegű szemrehányását, hogy hát te ezt másképpen gondolod, hát miért nem úgy csinálod, ahogy én, és hogy hát nem látod, hogy ez nem jó úton jár, hogy engem magamra hagyott, és hogy légy szíves mondjad. És nagyon sokszor talán nincs is bátorságunk a másiknak megmondani, és ezért mással akarjuk kimondatni, esetleg a szolgáló testvérekkel. Én úgy gondolom, hogy a Mártában nem volt meg az alázat, és talán szétforgácsolta a sokféle szolgálat, mert ő a legjobbat akarta, maximalista volt, és a vendéglátásnak is meg akart a legmagasabb szinten felelni. Ebbe volt egy kis feltűnésvágy is, meg hát ugye a lendület hajtotta, és hogy éppen ezért, mert hogy ilyen kenyérgőzzel szolgált, nem lélek szerint, nem a helyén való szolgálat volt, bár ebben semmi kivetni való akkor nem volt, és ez volt a társadalmi zsidó otthonokban az elvárás, hanem amikor az ember így nem a helyén van, akkor hamar átveszi az ugolódás és a szemrehányás. Az a fajta rossz lelkület, ami azért itt ebben a 40. versben az embernek úgy kitűnik, és hogy ez egy kicsit olyan pogány lelkület is, és ugye Jézus erre utal is, hogy ne mondjátok, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mibe öltözködtünk, mert mindezt a pogányok kérdezik, és a ti mennyei atyátok tudja, hogy nektek mire van szükségetek. Nagyon sokszor a világ lelkülete kavarodik bele az életünkbe, és azt gondoljuk, hogy Jézusnak szolgálunk, pedig Jézustól távol vagyunk. Itt Márta távol volt az Úrtól, bár fizikailag ugye ott volt a házába, de nem jutott el a szívéig az Isten beszéde. Engem meglepett itt az, amikor olvastam ezt a mondatot, amely így kezdődik, hogy nem törődsz. És az a hang, ezzel a hangsúllyal azt éreztem, minthogyha a tanítványok is ilyen hangsúllyal mondták volna, mikor süllyedt velük a hajó, és Jézus ott volt velük, és a vánkosra hajtva fejét ott aludt, teljes békében, akkor is oda mentek hozzá, megrázták őt. Hát mester, nem törődsz velünk. Hogy elveszünk. Itt pedig, hogy hát mester, nem törődsz azzal, hogy... Magamra hagyott a testvérem. De ebben van egy igazság, sok testvér magunkra hagy a szolgálatban. Pedig ott kellene, hogy legyenek mellettünk. Hát ez bizony. Nem akarom elrontani ennek az igének a gondolatát, de ebben is van azért üzenet, hogy testvéreket magukra hagyunk a szolgálatba, nem támogatjuk se imádságba, se a szeretetünkkel nem támogatjuk, hanem hát csinálja, nekem van fontosabb szolgálatom, és hogy ez azért szomorú dolog a mi
napjainkban, hogy egymást magukra hagyjuk a másikat, és akkor kaján módon mosolgunk, hogy na lám, nem sikerült neki a szolgálat, nem mert magára hagytuk. Igen, és itt azért az nagyon megdöbbentő, hogy itt két testvér, nőtestvérről van szó, mind a ketten szerették az Úr Jézust, mind a ketten szívesen látták az Úr Jézust, de valahogy Mária nem mondta azt Mártának, te ide figyelj Márta, gyere, üljünk le Jézus lábaihoz, most hagyd mindent abba, hallgassuk az Urat, és utána én segítek neked, és ha majd gyorsan megcsináljuk ketten együtt. Hanem Márta csinálta azt, amit ő fontosnak látott, Mária is tette azt, amit a lelke diktált, és fontosnak látott, de ha összefogtak volna, akkor talán nagyobb áldás lett volna. Persze, hát ezt így feltételezzük az igéből, és ugye az igének sokféle hangsúlya és üzenete van, amit itt aztán meg is értünk, amit Jézus aztán mond is. Az igében még itt egy dologra felfigyeltem, hogy Márta hatni akart az Úrra. Igen. Mint egy kikényszeríteni, rákényszeríteni. Régen úgy volt egy teológusok használják ezt a szót, hogy terurgia, hogy erőszakkal Istenre hatni, például úgy van egy ilyen latin mondás, hogy do ut des, adok az Istenségnek, hogy adjon nekem, hatni akarok, ilyen és olyan cselekedetekkel, szolgálatokkal, tevékenységekkel, hogy keresztül vigyem az akaratomat, és hogy a történelemben nagyon sokszor előfordult ez gyülekezetekben, ami személyes életünkben, hogy az imádsággal hatni akarunk, a bőjtölésünkkel hatni akarunk Istenre. Nem az történik, hogy magunkba szálljunk, és elrendezzük a bűneinket, és a Golgotai kereszt alá tegyük a rendezetlenségünket, hanem hatni akarunk Istenre, de Istenre nem lehet hatni, nem lehet, hogy az ember befolyásolja őt, mert az Úr a menetrend szerint halad. Ahogy ő megtervezte az útat, az szerint halad, és az ígérete is az szerint teljesülnek be. Gondolkozz el, testvér, te is ezen, hogy az imádságaidban nincsenek ott ezek a rossz elemek, hogy hatni akarsz az Úrra, és nem az van benned, hogy az Úr hasson a te életedre. És akkor mit mondott Jézus? Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Aggódott, nyugtalankodott. Nagyon ki akar tenni magáért, meg volt győződve, hogy a faluba, nem Betlehemben, hanem Betániában ő főzött a legjobban, mindenki megnyalta a két ujját, mert olyan kitűnően főzött, és ki akar tenni. Ő akarta Jézus megvendégelni, holott Jézus azért ment, hogy ő vendégelje meg ezt a két nőt, mert ez az utolsó alkalom, mert megy Jeruzsálembe, és több alkalom nem lesz. Jézust akarjuk mi megvendégelni. Hát a posztában is ő vendégelte meg az 5000 embert. És hív bennünket, hogy majd ama napon lesz királyi mennyegző, ott lesz a király, és mindenkinek fehér ruhája lesz, és a királyi lakomán részt veszünk, ő fog megvendégelni, hiszen erre a nagy vendégségre készülünk, amikor eljön az a nap, hogy Jézus Krisztus, az Úr, a megváltó, az Isten fia visszajön. Hisszük, hogy az Úr most is megvendégel minket.